A fogyatékkal élők nem sajnálatot és nem csupán segítséget várnak, hanem elfogadást, azt, hogy merjünk velük együtt élni. Ez a legfőbb üzenete a lélektáncnak. Szombaton olyan emberek is színpadra lépnek Székesfehérváron, akik bár fizikailag korlátozottak a tánc megvalósításában, lelkük ugyanúgy hajlik a művészi megfogalmazásra, mint a velük táncoló épp társaiknak. Együtt élik át a táncot, mint ahogy a mindennapokat is kellene egy épp társadalomban. Együtt élünk ebben a városban, ez egy nagy közösség, és nyilván vannak kisebb közösségek, ahol egy fogyatékossággal élő embernek meg kell találnia az ő helyét. Legyen ez a közösség egy munkahely, vagy legyen egy iskola, vagy legyen egy óvoda, de ugyanilyen kisebb közösség a család is. Hogy gondolkodjunk erről, hogy hogyan élünk együtt, hogyan kommunikálunk együtt, töltünk-e együtt szabadidőt. Létezik-e kint és bent, vannak-e falak köztünk, vagy csak mi építjük oda? Aki megnézi Bózsi Kivett társulatának előadását, választ találhat. A lélektáncra épeket és fogyatékkal élőket egyaránt várnak, és itt a Vörösmarty Színházban akadálymentesen közlekedhetnek a tolószékesek is. A szombati előadást a jegyeket a Tulinform irodában lehet megvásárolni. A lélektáncot a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány, a megye, a város és az Egyházmegye is támogatja.